Sziasztok, jó estét! Kívánok! Ez az -ez, ez így oké, okay, hisz megint kedd este van. És azt kell mondjam, hogy igazán különleges témát hoztunk nektek. A zenei tehetségkutatókról fogunk beszélni. A zenei tehetségkutatókról, ami azt gondolom, hogy amióta Magyarországon televíziózás van, jelen vannak a képernyőn, csak mondjuk nem így hívtuk őket, hanem kezdetben úgy hívtuk, hogy Táncdal Fesztivál, aztán úgy hívtuk, hogy ki mit tud, és amikor megjelentek a kereskedelmi tévék, akkor pedig különböző neveken, de ugyanazt a mondjuk, hogy tehetségkutató műfajt láttuk, és hát rengeteg, rengeteg győztes termeltek ki, és nagyszerűbbnél nagyszerűbb énekest. De hogy mennyit változott ez a dolog, ezt fogom most megbeszélni két vendégemmel, Kocsis Paulinával, és Nagy Feróval. El, Szervusztok! Azt gondolom, van? hogy abszolút képviselteti magát minden korosztály, és Feró, te táncdalfesztiválon is szerepeltél még, ha jól tudom? Igen, szerepeltem. Ugye? Igen. Kettő, kettő táncdalfesztiválon is ott voltam. Nem nyertem. Paulina, viszont a, azt mondhatom, hogy a jelenkor tehetségkutatóinak egy egyik kiemelkedő igen. alakja. Nem is tudom, hogy neked így a táncdal fesztiválok megvannak? Megvannak, nagyon sok történetet hallottam róluk, de úgy, hogy őszinte legyek, nem teljesen Na, de itt van Feró, és elmondja neked, hogy Majd, én felvilágosítalak, tessék. Köszönöm. Feru, azt gondolom, hogy nagyon sok nézünk tudja, hogy mi az, hogy tánzdal fesztivál. Abba tegyünk inkább különbséget, mert te voltál zsűritag már ilyen modern zenei tehetségkutatóban is, hogy miben volt más Miben volt más, mondjuk a régi tánzdal fesztiválok, mint egy ilyen modern A régi táncdalfesztiválok szerintem azok előre le voltak játszva, hiszen én <laughs> szerepeltem benne, és amikor kiderült, hogy nem mi nyerünk, akkor kérdeztem, de hogy, hogy? Szóval, hát ez már mondta a Szenesi van barátom, aki barátom mondta, hogy jaj, ez már le van játszva, te ne foglalkozzál vele, majd nyersz jövőre vagy azután. Tehát, hogy le volt játszva. A maiak szerintem nincsenek lejátszva. Tehát mennyire voltak ismeretlenek az előadók? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy akik felléptek a Táncdal Fesztiválon, azok mennyire voltak, most ez lehet, hogy nem a legjobb kifejezés, de hogy null kilométeresek, mint mondjuk egy ilyen modern tehetségkutatóba, azért nagyon sok olyan énekessel találkozunk, aki előtte nem adott elő dalt, nem volt lemeze, nem adott koncertet. Nem, a Táncdal Fesztiválon ismert előadók voltak, tehát kezdve az Illé zenekartól, a Szörényi Lementétől kezdve, egészen mondjuk a Por Péterig. Ez minden, Mindenki mindent ismert, tehát amikor fellépett a Kós János, akkor tudtuk, hogy ez a Kós János, ez nem egy új szereplő, ellenben amit most énekel, az nagyon jó, úgyhogy ő nyeri. Vagy tehát, hogy egészen más volt az a világ, hanem a mai, hogy mondják ilyen, a mai műsorokban ismeretlenek is felléphetnek, meglephetnek bennünket, hogy jók. És ez most mindkettőtök szól, nek szól Tehetségesebbnek kell lenni, vagy bátrabbnak kell lenni, aki ma elindul egy ilyen tehetségkutatón. Mert azért, ha mondjuk a Tánzrafesztivál Fesztiválnál maradunk a tér ott már alapvetően kiforrott énekesek léptek színpadra. Ugye mondhatom azt, hogy nem is az énekesek versenye volt az inkább talem, hanem a dalok versenye volt. Én szerintem. <gül> <gül> szerintem határozottabbnak kell lenni, hogyha jól látom ezt. Nagyon, nagyon, meg, kell találnod, meg kell látnod magad előtt azt az utat, amit te elképzeltél, amerre te szeretnél mozdulni, azt, hogy mi lesz a műsor után, ami kvázi az egyik legfontosabb része annak, hogy fenn is maradjon az a, az a karrier, amit te elkezdtél építeni, Szóval szerintem nem, nem a tehetségesebb... Ö, szakulcs. De te ezt így tudtad, mielőtt amikor beadtad a jelentkezésedet, akkor te azon gondolkodtál, hogy mi lesz majd a 12. Persze. adás után? Persze, hát abszolút egy ilyen kis ugródeszkának fogtam fel az egészet, hogy ez nagyon jó, oké, okay, eljutottunk az érősóig, ez nagyon jó, oké, okay, másodikak lettünk, ez nagyon jó, na de most jön a lényeg. És akkor az, hogy a koncertszezon, meg a zenekar, meg ugye az összes többi, ami utána jött, én azt gondolom, hogy nagyon szépen megalapoztam a műsor, azt, hogy lehessenek koncertjeim, hogy lehetőséget kapjak arra, hogy bizonyítsak, hogy lehetőséget kapjak arra, hogy meghallgassák a dalaimat, de, de hát az csak egy pár hónap volt a kezdete az egésznek. De mit érzel, Ferú, hogy, hogy mennyivel volt ez? Mert azt gondolom, hogy, hogy, ti is hatalmas népszerűségre tettetek szert egy táncdal fesztivál után. Tehát, hogy azért az egész ország nézte, aki véletlenül eddig nem tudta, hogy ki az a nagy Feru, az már biztosan tudta utána. Hát igen, a, Gyerek és után azért egy kicsit jobban megismertek bennünket, de ez nem azt jelenti, hogy akkor kinyílt a pálya, főleg abban a rendszerben nem, mert akkor erdős doktor, bármi rosszat nem mondanék róla, ő döntötte el, hogy kiből legyen sztár, kinek legyen jövőre nagy lemeze, és nekünk megígérte ugyan, de soha nem lett nagy lemez ebből amit ő megígért, tehát, de ellenben megismertek. Nagyon fontos, és ezt szoktam ajángatni mindenféle eh, fiatal tehetségnek el kell menni egy tehetségkutatóba. Lehet, hogy bebuksz, nem baj az, de legalább tudják, hogy te voltál az a hülye, akit kiszavaztak, vagy ki, nem engedtek tovább. Hát de, de ez nagyon, én a saját, a győzteseimnek is azt mondtam, ugye, hogy... Csabi, figyelj ide, a kutyát nem érdeklődte, hogy énekelsz, de ha bekerültél ebbe a showba, akkor itt most 12 kamera mutatja, és ha jó vagy, van varázs benned. A Csabiba volt, volt tehát a Csajok megőrültek. Is. Van is mm -hmm. Tehát akkor, akkor te fogsz győzni, illetve meg én. Csak ezt jegyezd meg, hogy ez egy show műsor. Ez a négy mentorról szól, és a mai napig ezek a műsorok azért arról szólnak, hogy a mentorok mit szólnak be, mi nem tetszik nekik, és utóbbi időben elkezdik cikézni a mentorokat már, mint ilyen fórumozók, és nem is értettem, hogy miért. Hát ha valaki bement oda, és arra azt mondják, hogy ne arra ugye, tesz, sz, 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 nem vagy elég jó, akkor, hát akkor nem jó, és kész. Mekkora felelőssége van egy mentornak egy ilyen show után? Tehát, hogy azért kérdezem, mert ugye most már tényleg azon, hogy minden évben van legalább kettő ilyen zenei tehetségkutató műsor. Tehát azt gondolom, hogy egy mentornak is, aki mondjuk ott ül a zsűriben, már lehet, hogy a harmadik évben azt mondja, ne hülyeskedj, hát már hat zenekart, nyolc előadót mentorálok, hát hova fér el ez még nekem, hogy, hogy még egyel foglalkozzak, még egy győztest a, a hónom alá kapjak, és egy picit bevélzessem ebbe a szakmába. Hát a felelősség az, az nem az nem az enyém, a mentoré, nem. Az az előadói. Én elmondom neki mindent, amit látok benne, hogyan tudod ezt megoldani, hogy te minél jobban megvalósítsd saját magadat. Ha nem, akkor én, hát én vért hányhatok, hát nem érdekes, hát nem, nem, lesz belőle soha, nem. A közönség szeressen meg téged. Én tudom, hogy van benne egy varázslat. Most neki beszélek direkt. Van benne egy varázslat. Légy szíves ezt, használd ki. Nő vagy. Tehát az összes férfi versenyzőt tessék megfogni. A Csabin azt mondta, az összes csaj rád kell gyerjegyed. Akkor nyerünk. Tehát, hogy ezeket egy, egy, jó mentor, ezeket mondja, nem az, hogy hát, hát, az a baj, hogy az ének, hát ha baj van az énekével, akkor hogy lett az én mentoráltam? Hát akkor nem lehet. Tehát ezen, ezen múlik egy kicsit a dolog, de te mit mondasz erre? Igen, szerintem is, meg hát, szerintem felelőssége az nincs utána, hanem inkább az én dolgom az, mint mentorált, hogy, hogy megfogadjam azokat a tanácsokat, amikkel én is egyetértek például. Nem biztos, hogy ő azt az utat képzeli el nekem, amit mondjuk én képzelek el magamnak. Tehát azért kell, hogy egy kicsit úgy elosszam, nem kettővel, de hogy, hogy legalábbis valamilyen, ö, én is így hozzácsatoljam a kis saját gondolatomat. mert szerintem ez azon is múlik, hogy megmarad-e a kapcsolat hosszú távon, hogy mennyire voltak egy hullám hosszon. Mert hogyha ha nem, akkor igazából erőltetni teljesen felesleges. Szerintem ö, sokan vagyunk, mi mondjuk, fiatal generációban olyan szerencsések, hogy, hogy van jó pár olyan öreg motoros, akitől tudunk tanácsot kérni. De az a mentor hibája, ha nem látja, hogy te ki vagy, és abból ő, mint tudom, én, a Barbara részadat akarja csinálni, nem fog működni. Nem. Téged kell kibányászni. Abból a abból a bányából, ami te vagy, az az értéket kell kiemelni belőled. Ha nem ezt csinálja a mentor, általában nem ezt csinálja. Nem. Kitalálnak valamit, neki tetszik a Whitney Houston, és akkor neked az kell lenni. Na igen, tehát, hogy nekem is ez ütött szöget a fejemben, hogy ebbe a felgyorsult médiagépezetben, amikor azért régen azt tudtuk, hogy egy zenekar úgy alakult, hogy összeálltak, nyomták a garázsba, vagy a nem tudom, a nagyszülőknek. Az, jó, a, garázs, az jó. a nagy, nap, napaliba írtak egy pár számot, gyakoroltak, 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 aztán valami haver szólt, hogy itt föl lehetne lépni, mert lesznek hatalmi gázsit se kaptak, és akkor elmentek, és akkor játszottak. Tehát, hogy volt egy, egy építkezés. Most meg azt érzem, hogy most egy olyan gyors folyamat van, hogy ha valaki nem ennyire előrelátó, mint te, hogy mert ő a jelentkezésnél tudja, hogy ha majd második leszek, akkor mi lesz a következő lépés, hogy, hogy, egyáltalán egy fiatal énekes fel tudja venni ezt a tempót, amit diktálnak neki. Hogy egy pillanatban legyél Whitney Houston, most énekeld el ezt a dalt, ő hirtelen már nem is tudja, hogy mi áll jól neki, vége a versenynek, mondjuk lesz első, második, kikerül a televízió, azt mondja, hogy hoho, -ho, nem eresztünk el, hát most koncerteket szervezünk, fellépés ide-oda, mész, ha most, de még dala is sincsenek, amit előadhat. Tehát azt gondolom, hogy te nagyon szerencsés voltál, hogy neked azért volt egy dal a, a zsebedbe, amit kirántottál, és meg tudtad mondatni, hogy hát ez, ez, a dal vagyok én. Igen, meg ugye utána is nekem eng engedték, hogy meg a mentorom is úgy gondolt, hogy akkor inkább csak saját dalok legyenek. Ö, kezdhetem? <laughs> a Ami... hát <még> <laughs> hát, ez... Szólni nem merek. <laughs> szerintem ez annyira, pont amiatt, mert hogy minden évben legalább kettőjét rendeznek, annyira telítve van ez a piac, vagy, vagy, nem is tudom, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni, nagyon nehéz megtalálni azt a valamit, amiben te egyedi vagy, és amit egyébként ki is tudsz emelni, és érti a közönség is, és még érdekli is őket, hogy te ebben egyedi vagy. Szóval például a saját dalak én úgy látom, hogy most már sehova nem lehet menni, mert hogy Régen, mondjuk egy tíz évvel ezelőtt, amikor még például a Csabék énekelték az élősokban so, élő a, a dalokat, akkor eszembe sem jutott, hogy ne azon gondolkodnék, hogy hú, nekem ő a legszimpatikusabb, jaj, nekem ő a legszimpatikusabb. Most már viszont nem azon gondolkodom, hanem azon, hogy hogy utána, hogy ő azért érdemli meg a nyerességet, vagy a, a, az első helyet, mert hogy olyan a karaktere, annyi minden van benne, hiszen már láttunk, egy, egy vastag csapés időszakot, ahol nagyon szép hangok voltak, és nagyon jó előadók, de most már egy kicsit szerintem többre van ehhez szükség. Mondhatjuk azt, hogy annyit változott a dolog, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt a tehetség fontosabb volt, mint hogy milyen karakter vagy, és ma már egy picit, mintha a televíziók azt néznék, hogy ki a jó karakter, és az se biztos, hogy annyira nem, hogy nem tökéletesen énekel, de nem baj, mert az élő showba elviszem magammal három fordulót, mert a karakter viszont húzza be a nézőket. Én a karakterbe kicsit beleérteném azt, hogy ma nagyon sok énekes van, énekesnő, aki nagyjából ugyanúgy énekel. Tehát ha megy a rádióban, akkor, hát akkor ez valamelyik énekesnő, nem? Hát nem hmm. tudom melyik pedig azt kéne, hogy tudjam. Tehát tudjam, ha megszólal, akkor azt tudjam, hogy ez a Nikolász, vagy tudjam, hogy a Charlie, ha jó, a charlie egyszerű a dolog, mert kicsit be van nyomja. 60 éve. De, de ez nagyon fontos, hogy ez a karakter, én az énekére gondolom, az, hogy ez a van egy másik karakter, hogy megjelenik a TV képernyőjén, akkor legyen menne valami olyan, hogy, hogy megborzongok, hogy fú, ez valamit nagyon tud. Igen meg lehet, hogy most már én, az, én, azt gondolom, hogy lehet, hogy most már nem kéne mondjuk ilyen sok embert ö, beengedni az élősokba, mert egyszerűen már nem le, az ilyen élősúba, mert egyszerűen már nem lehet követni a... Tehát, hogy nézőként nem tudom egyszerűen követni, hogy most ki, ki csoda? Most ő, neki van... Tiltakozom. Nem, neki van nem. Nem, nem. nem, nem, nem. Az ellen mindenki é. Ez igaz. Bejön, énekel nekünk, mi vagy nagyon tapsolunk, vagy nagyon röhögünk. <laughs> Ez mind a kettő jó, mert ettől lesz sómisor. De az, 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 nem igaz, hogy nem, ne engedjük be. De csak a végére értem, csak az élősóra gondolom. Tehát, hogy a, a válogatóra persze oda jöjjön mindenki, csak ugye az élősóban, ahova, ahova rága már ki a kellene... Rága a válogatóra bárki bejön az élősóra, és az jön. Hát ott a jó, ott van valami ökör. Hát kell, sajnos ez kell. <síns> jó, de <síns> ti nagyon professzionálisan álltok hozzá. És azt gondolom, hogy akik jelentkeznek, azok nem mindenki ennyire professzionálisan, tehát van benne egy vágy, ő nem gondolja így végig ezt az egész dolgot, bekerül a tévébe, ami tudjuk, hogy azért egy nagy melbevágás tud annak lenni, aki még soha nem volt ilyen közegben. Kamerák, nézők, taps, ide anyukám, mosolyog, etc. És hogy, hogy én mindig egy picit ezért őket nagyon féltem, mert azt érzem, hogy amikor utána mondjuk meg is nyeri, és elindul vele ez az élet, akkor hirtelen ezzel a nagy népszerűséggel, a nagy sikerrel, a rengeteg munkával, a nagyon sok fellépéssel nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy a, még nem állt át az élete erre a tempóra. Meg egyébként a social médiai is szerintem pluszban annyira megnehezíti, hogy ez a egyszer csak kapsz nem, több tízezer rajongót, és nem... Tehát, hogy még arra sincs időt, hogy feldolgozz, hogy most egyébként miért rajonganak érte. Hát igen, szerdáról igen. Egyszer csak eddig követtek 500-an, és egyszer csak 10500 10 an követtek már reggel, amikor felkelsz. És ráadásul te addig is, tehát, hogy te addig is ugyanazt gondoltad valószínűleg magadról egészséges esetben, mint, mint amit mint amit azután fogsz, hogy ennyivel több rajongód lenn. Ez most csak azért mondom, hogy igazából a te agyadban, a te önképedben jó esetben nem nagyon változik semmi, maximum egy egészséges büszkeség, vagy egészséges öntudat, vagy valami ilyesmi. És, és ez szerintem felfoghatatlan mértékű ilyen változás az életben. Úgy kilépni az utcára. Persze vannak erre tök jó példák, de hogy igazából a belső részét szerintem nem lehet jól érzékeltetni szavakkal, hogy, Egyszerűen felfogadatlan. Meg egy óriási egy, népszerűséget. Egy új fiatal, a különben ez egyik legveszélyesebb korszaka, hogy azt látja, hogy egymillió ember érdeklődik utána. Hát az iszonyú sok. Ja. És ettől ő úgy gondolja, hogy ja, ja, bocs, hát azért tudtam én, hogy jó vagyok. Igen. Nem. Tudjátok, hogy nem vagy olyan jó, csak most egymillió ember rád gerjed, és próbáld meg megtartani azt az egymillió embert, arra kéne ráhajtani. Hát meg, hogy, meg, hogy alapvetően ezek érted rajonganak, vagy a műsoré rajonganak, és ezért követ be téged, mert az épp adott, mondjuk úgy évadban, te vagy neki a legérdekesebb karakter, de ahogy jön egy következő évad, ő már a következő kedves karakterét fogja követni. Ezért kell a karakter, hát erről kell egy karakter, ami azt az nem veszíti el azt a karaktert, ami ő. Maradjunk az öreg charlie -nál. Így van. Egyébként szerintem is ez egy nagyon jó példa. Hát igen, szerintem innen lehet nagyon jól megfigyelni, mondjuk a következő egy évben, hogy hányan követtek ki téged, és ez ugye sajnos most már igenis egy fontos adat, úgyhogy... Sokan követtek ki? Egyébként nem annyira. Tökre örültem neki. Mindig ilyen hálával nézek. Nagyon utálom a social médiát egyébként. Nekem nem jut eszembe a telefonomat elővenni, amikor éppen átélek valamit, hogy jaj, várj, gyorsan lefotózom. Tehát ez, ez nekem Na, nagyon... nem tudom hogy... Igen. De hogy amikor ránézek ezekre a platformokra, akkor nagyon jó érzés. Mindig a hála az, ami engem nagyon szokott motiválni arra, hogy, hogy ne azt lássam, hogy húdesok hanem azt, hogy azt, amilyen sok. És szerintem ez a hozzáállás. Jaj, de, jó, jaj, de Igen. jó, Igen, ezt, én, én ezt abszolút megértem. Azt gondolom, hogy, hogy ebbe az a ne vannak nehézségei, de azért tényleg lehet azt mondani, hogy, 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 hogy hoz a konyhára. Ez abszolút. A és okay. szerintem, tehát hogy azzal megtiszteled egyébként azokat az embereket, akik téged ott szeretnének elérni, ott szeretnének rólad, csak egy képet vagy egy videót látni, és, és pont ezért nagyon fontos ezt tiszteletben tartani, hogy nekik ez, ez kell. Ugorjunk egyet, mert van egy kérdésem, ami hát, hát itt tudtok rá válaszolni. Nagyon sok tehetségkutatót nézünk, és úgy érzem, mintha a hölgyek szerepe egy picit nehezebb lenne, mert amikor a végéhez érünk a döntőhöz, akkor általában a férfi nyer. Mélyen értek! De Milyen hogy miért nyernek a férfiak? Tehát, hogy a végén, amikor ott van, hogy egy hölgy és egy férfi versengzik az első helyért, általában a férfi fut. meg én tudom, mert a szavaznak. Ez lehet az oka, hogy hogy inkább a hölgyek fogják meg a telefont? Is? És az urak azok pedig csak nézik, és igen, hát nagyon cuki. Is, de tegyük fel, hogy mondjuk 50-50 százalékban szavaznak, mindkét nem, akkor is valójában ugye a férfiak azok sokkal kevésbé féltékegyek, irigyek egymásra, mint a nők. Tehát, hogyha egy férfi mondjuk és egy nő ugyanannyira tehetséges, akkor a férfi szívesen szavaz mind a kettőre, a nő viszont biztos, hogy a férfire fog szavazni, mert valószínűleg irigykedik egy kicsit a nőre. És ez egyszerűen belénk van kódolva, szerintem. Egyetértek? Jó, akkor jó. Te, tehát, hogy a, a nők helyzetét a tehetségkutatóban a saját társaik nehezítik meg. Igen. És egyébként a, a, a szakmában is nem. Tehát, hogy ez szerintem látszódik is. Mennyire kell ennek előtörténetének lenni, már mint egy zenei előadónak, vagy azt mondhatjuk, hogy ezek a zenei tehetségkutatók a, a, a a muzsika tinderjei. Mert hogy, hogy, már nem kell udvarolni, nem kell levelet írni, nem kell izélni, hanem csak jobbra-balra húzom, és valahogy egy picit ez a, a tehetségkutató is az, nem, hogy bekerülsz, és akkor onnan tudod, hogy a következő, most blattolok, de mondjuk 15 hétben neked fölépítik a karrieredet. Tehát amikor kiesel mondjuk, ha eljutsz a döntőig, akkor úgy fogsz kiesni, hogy fel van építve a social media felületed, meg vannak szervezve a következő koncertjeid, még ha úgy esel bele, akkor hirtelen még zenekarod is lesz, mert összetesznek még két lányjal, két fiúval, és már együttesként kerültök ki, miközben te abszolút szólistaként indultál neki a versenynek. Tehát, hogy egy, szinte azt mondom, hogy két hónap alatt fölépül valami, amire azért a ti esetetekben Néha három, évek voltak. Három év. Így, így van. Tehát, hogy ott egy tagcsere, rájöttünk, hogy a Bélával annyira mégse jó játszani, azt kitettük, akkor helyette jött valaki, aki sokkal kreatívabb volt, de hogy több idő volt arra, hogy kitaláljátok de magatokat. Ezt, amit mondasz, ez egy veszélyes dolog a fiataloknak. Tehát, hogy a semmiről egyszer csak bekerül a, a, mindenbe. Így van. És az, És egész az van a pillanat, Nem tudja ő se, hogy mitől, miért mert nem aval került be, amit ő belülről igazán érez, hanem valamit csináltak belőle. Tehát ő egy picit elnézés a kifejezés, egy műanyag lett. Érted? És ezért, ezért ő nem, nem tud mit kezdeni hirtelen a dologgal. Sok, soknak elszáll az agya ilyenkor, hogy úgy beszél más sztárokkal, sztárokkal, más versenyzőkkel, hogy hát ne arra, ugye én megnyertem, te, te nulla vagy. Nem, ezt nagyon nehéz feldolgozni. Mi, amikor három év alatt valahogy feljutottunk arra, hogy ötezren voltak a, az ifjúsági parkban, akkor, akkor örültünk neki, és ezt becsültük, és, és csináltuk. Ma ugyanezt megkapod, mit tudom én, egy hónap, két-három hónap alatt, és ha nem tudsz vele élni, akkor bajba kerülsz. Igen. És az nem biztos, hogy az előadó hibája, hogy nem tud vele élni. Tehát azt gondolom, hogy ugye azért ezek a, a tehetségkutatók nagyon szeretik, hogyha a zenén kívül is van történet. Tehát, hogy aki bekerül oda, akkor annak azt lehet mondani, hogy hát hogy mondjuk nagyon mérőjött, jött, nem volt se papája, se mamája, tehát hogy olyan jól sajtózható egész végig a történet, és akkor mondjuk valaki bejön, és jó hangja van, és elmondja, hogy ja, egyébként én a, tudom én, Nyolcadik kerületben nőttem fel, papám szeretett, mamám szeretett, világéletükben volt állásuk, nyáron nyaraltunk, télen elmentünk síelni, erre meg azt mondjuk, hogy olyan dögunalmas vagy, édesfiá, ez Ezt hogy kis éhezés szápolni. legyen benne le, igen? Igen, nekem pontosan ez volt a történetem, nem. semmi. Én ezt mondtam is egyébként anyukámnak azt hiszem, meg a barátaimnak is, hogy... hogy elvertél volna egy párszor, Igen. kiskorom, Nyilván, de de ilyen, nagyon hálás vagyok, érted, de hogy hogy én mit fogok mondani majd, hogy nekem, hogy én, én, annyira örülök, hogy nekem tényleg tök jó életem volt, tök jó életem van, és hogy akkor itt most mi lesz a story, És annyira megható volt a végén, amikor erről ugye beszéltünk nyilván a stábbal is, hogy egyébként végül is nem kellett sztori. De neked nem lehet, hogy a saját dalaid voltak a sztorik? Lehet, hogy de az viszont egy olyan, karakter. Egy olyan előadó érkezett, aki, aki már működik ebben a, a dologban, mert gondolkodik abban, mert nem csak azt akarja, hogy jól elénekli XY-nak a számát, hanem ő zenét szerez, ő szöveget ír, tehát azért az, az sokkal több, mint oda menni, és jó hanggal adnak egy nótát és elének. Igen, 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 azért az, való, az valószínűleg elég erősen belejátszott, de azt gondolom, hogy az viszont már az a sztori, tehát azt nevezhetjük sztorinak, viszont az szerintem már inkább az ilyen szakmai része fele ö, csapódik. Még egy kérdés, így a végefele, minden műfajra ajánljátok a tehetségkutatót? Tehát, hogy aki mondjuk rockzenés szeretne lenni, annak is azt mondanád, Feró, hogy menjen el egy tehetségkutatóba. Minden műfajnak jó a tehetségkutató, egy pánkzenekar is menjen el egy kicsit, és ott mondja azt, hogy gyerekek csak legalább látnak minket, vagy alapvetően a tehetségkutatók a popzenére vannak kitalálva, és bizony, egy jó kis garázs zenekar az még mindig a garázsban alakul, meg, és onnan. Nem, én úgy gondolom, hogy, hogy el kell menni ezekbe a tehetségkutatókba, hogy tudjanak róla a népek, hogy van itt egy őrült pangzenekar. Igen, színpadot szétszedték, minden leégett, minden széttapostak, minden széttörtek nem biztos, hogy ez persze jól jön ki, de hogy emlékezni fognak rá, az jó, mert a következő koncertét meghirdeti, hogy most jön a színpad totális szétverése, mert itt van a szétverő zenekar. Tehát nem, el kell menni oda mutatni, sőt, a popzenészek közé kell elmenni, legszívesen legszíves, azt oda menjenek el, kicsit üssenek szét közöttük, mert nagyon sok popénekes popzenész van. Nem kell ennyi. Nem neki De az. jó pank, aki ott reseg, ropog és örög, <gül> <gül> annak lehet jövője. Abszolút egyetértek. Ha az a cél, hogy, hogy, hogy nagyon sokáig eljussanak, akkor nem feltétlenül. Tehát azt szerintem nem tudnak sokáig eljutni az ilyen különleges műfajban alkotók vagy zenélők pont amiatt, mert ugye nem, amúgy sem nagy a közönsége azoknak a műfajoknak, amik nem, nyilván, amik nem olyan népszerűek, de szerintem is el kell menni. Tehát, még nekem is eszembe jutnak olyan zenekarok, hogy ha látom őket, akkor legalább ahhoz kötöm, hogy jaj, ú, fú, ők nagyon bolondok voltak akkor, én arra Igen. emlékszem. Tehát akkor mindenféleképpen menj, menjenek el, de akkor legyen annyi tudatosság, hogy azért gondolják végig hogy mit szeretnének belőle kihozni. ez Éleszik nagyon nehéz, a... amit mondasz, ez nagyon nehéz, mert egy punkzenekar a közizlésnek megfelelő dolgot csinálni, azért az nem egyszerű. Az biztos Kicsit is. meg kell tagadni <coughs> a saját magát. Így van. De nagyjából egyébként igen, amit, amit mondasz, az, 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 az szerintem így, így kell Valahogy kitalálni. Hát ez szerencse is, hogy vannak-e körülötted olyan emberek, akik segítenek mondjuk ezt így összeszedni, vagy csak téged összeszedni, amikor már teljesen belezavarodsz a saját terveidbe. <gül> <gül> tapasztalatból mondom, szerintem ezek nagyon nehéz dolgok, és mindennek pont jókor kell történnie. Nem szabad túl fiatalon sem csinálni, szerintem. Én, én ezt nem tudtam volna tizenvalahány 10 évesen megcsinálni, ugyanígy. Tehát, mindennek hogy van egy, egy, kor egy is. Igen. Ami, tehát, hogy meg kell érni hozzá. Igen. Jó, hát akkor szedjük össze, korban legyünk megfelelők, legyen azért egy-két gondolatunk arról, hogy mit szeretnénk ebből kihozni. Ha pánkok vagyunk, akkor egy picit lehet, hogy. El kell, el kell árulni a műfajt, de akkor is megéri, mert annyian látnak, amiből aztán később lehet profitálni. És alapvetően jók ezek a tehetségkutatók, ha észsel indulunk el rajtuk, és nem csak a, a szívünk visz meg a meg a vélemények, hogy te fantasztikus vagy. Hát, 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 hát tudjuk, leggyen. hogy ez nem tehetségkutató, hanem egy showműsor, ez a legfontosabb. Így van. Köszönjük szépen Nagy Ferónak az árszót. Ez nem tehetségkutató, ez egy showműsor, ez pedig egy beszélgetésmisor, ami valahol egy showműsor, de nem, most ebben nem menjünk bele. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, természetesen jövő kedden is lesz ez így, oké, okay, egy újabb izgalmas témával jelentkezünk mindenkinek szép estét. Sziasztok!